fényt hagyni, mint a drága nyár. Vagy legalábbis úgy a nap, melyet elnyert az alkonyat, de a legbúsabb éjben is világít még a gyöngyvirágban, a liliomban, mécsinomban. Átutazók vagyunk itt a földön. Egy utas, aki utazik tovább. A napjaimat oly vidáman töltöm, és nem várok az élettől csodát. A nyíló rózsát, bár én szerettem, a magam úgyán. Csút hozza szeliden, de ember emlékezett óta, búcsúval nem ér véget még a szerelem. Engem nem lehet elfelejteni. Értem könnyeket, illik egy nyújt. Szilánkos Mennyország, folyik a torz tükör, Szent János bugarak fényében tündökös. Most múlik pontosan, engedem, ha menjen. Kedves Pisti barátom, Básti úr, amikor még magázottunk. Emlékszem, mintha ma lett volna, pontosan 18 évvel ezelőtt, amikor beléptél a Lánchíd utcai ruhaüzletbe, ahol én akkor dolgoztam. Egy jó külsejű, jól öltözött pedáns férfi voltál. Megjegyzem, az is maradtál. Nem sok idő telt el. Kiderült, nekünk több dolgunk van egymással, mint hogy egyszerűen csak ruhát adjak el neked, és te vásároljál tőlem. 2000-ben, amikor felkértelek, hogy fellépj egy nagy divatbemutatón, te, mint modell, sok alkudozással, de vállaltad. Gondolom, nem túlzok, ha azt mondom, hogy egy érdekes színfolt és történet volt ez is az életedben. A színpadon is, mint az életben, egy jelenség voltál. Széttárt karokkal sétáltál, nem értetted, hogy te az élet nagybetűs művésze, hogy kerültél egy ilyen szűk terepre. Mert a te színpadod az élet volt, Pistikém. Úgy tudtál élni, mint senki más. Mindig vidám és nagy stílű, gáláns maradtál. Jó volt a barátodnak lenni. Ezt most sokunk nevében mondhatom. Zajlott az életed, hoztál jó és rossz döntéseket, mint mindenki más. De mindig vállalva önmagad, őszintén te voltál. Megnősültél, pár év múlva viharosan elváltál. Jöttek és mentek a nők az életedben, de mi barátok mindvégig megmaradtunk, és tanúi lehettünk a néha kicsit zűrös, de mindig vidám és bohém életednek. Mert téged így lehetett nagyon szeretni. Így szeretett téged lányod Cili és az utolsó szerelmed, vagy ahogy te hívtad, a menyasszonyod Adrien. Az utolsó napon barátokkal és az utolsó menyasszonyoddal mulattál, Pistikém. Az újságok is megírták, úgy mentél el, ahogy éltél. És ha már menned kellett, tudom, te is így szeretted volna. Szinte fel se fogom, hogy múlt időben beszélek rólad, hiszen ma van a születésnapod, ma lennél 62 éves. Játszhatnék a gondolattal, hogy várunk, csak késel, és mindjárt belépsz a kis pipacsba, és jót nevetsz rajtunk. Buliznák most együtt veled, mint ahogy annyiszor tettük ezt régen. Lehetne ez most a születésnapi köszöntőd, és mennyivel könnyebb lenne az én dolgom is, drága Pistikém.
Küzdök a gondolataimmal, és bevallom a könnyeimmel is, mert az igazság szívbe markoló, hogy te már nem vagy itt köztünk, csak emlék maradsz. Kosztolányi csodálatos versében írja, az égbe bál van, minden este bál van, és fölvilágolt mély értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. Pisti, odafönn szükség volt rád. Meghívást kaptál egy nagy bulira, attól a nagy úrtól, akit még senki nem tudott visszautasítani. Mert valószínű a nagy égi bálban elfáradt valaki, aki a vidámság és a jókedv felelőse volt. Most neked kell beállni a helyébe. Neked a vidámság a legnagyobb mesterének. Mi meg itt maradtunk nélküled. Ránk meg nem gondolt az Isten. De azért köszönjük a sorsnak, hogy itt voltál velünk, és hogy a barátaid lehettünk. Nagyon fogsz hiányozni. Sosem felejtünk el.